Magától értetődő, hogy egy bioétel és borfesztiválon a gasztronómia kerül középpontba, így mi is végigvettük az éttermek kínálatát, megkérdeztük a vendégeket, de nem hagytuk figyelmen kívül a színpadot sem. Bioétel és borfesztivál, ahogyan már megszokhatták, hiszen már közel sem ez az első alkalom itt a városban. Fúj a szél, és mintha az eső is közeledne, ez azonban senkinek nem szegi a kedvét attól, hogy végignézze az éttermek kínálatát. Mi is így tettünk, és volt olyan, ahol elég nehezen kaptuk el akár a tulajdonos, vagy akár a következő interjú alanyt is, hogy egyszerűen fogalmazzak, hiszen annyian álltak sorba. Így nem csoda, hogy Pincés Károlyt is csak kiszolgálás közben tudtuk megkérdezni. A szombati nap egyébként ilyen volt. Folyamatosan jöttek, nézelődtek, fogyasztottak a vendégek. Mondhatjuk tehát, hogy a szervezés elérte a célját, vagyis bőséges kínálattal várták az érdeklődőket, és ez már régóta így van. Én úgy gondolom, hogy mint minden évben, de évről évre jobban és jobban fogy. Az emberek szeretik, keresik, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy mindenféleképpen sikeres dolog ez. Miből lehet választani? Hát itt a saját készítésű cserkészkolbásztól kezdve a grill ételekén megtalálhatóak a tésztás ételek, a pásztortarhonya, a káposztás tészta, a jutoró strapacska, de természetesen mi egy kicsit a hagyományos magyaros ételeket is kihoztunk, kakasherepörkölt, szoboszlói apró pecsenye, de sültek is vannak, csontos karaj, kacsacom. A parkolót teljesen megtöltötték a padok, asztalok és a vendégek, akik előtt telve volt a tányér. Mi az, ami nálatok kapható? Nagyon sok köretünk van, és főételként van tarjánk, oldalasunk, grillzöldség, ez a legkülönlegesebb köretünk, ezt nagyon finoman csináljuk. Van nagyon finom házi sült kolbászunk, párolt lilakáposztánk van, debreceni sült kolbászunk. Mi az, amit nagyon keresnek szerinted? Van-e abszolút kedvenc? Hát szerintem a babgulyás az egyik, azt nagyon sokan viszik, és így a látvány miatt, meg ahogy így készítjük az ételeket, szerintem a tarja, oldalas, és ez a sasli, ami nagyon nagy különlegesség most a fesztiválon, és ezt is rengetegen keresik. A Mátyáskirály Gyógy és Wellness Hotel kínálatát folyamatosan vizslatják egyre többen. Milyen ételek közül lehet választani? Hát nyilván, mint minden fesztiválon, a pörköltek azért nagy sikernek örvendenek, tehát egy birka pörkölt, szürke marha pörkölt, körmös pacal pörkölt, babgulyás, amivel készültünk, ezek mellett csülök és különböző egytál ételekkel, és most az egyik nagy slágerünk egy ilyen Mátyás Tál Fantázia névvel ellátott rizses egytál étel, ami egy kicsit a spanyolok paellájára hajaz. Ez egy hátszínből készült zöldségekkel, rizssel készült egytál étel, de mellett egy zöldséges csülök, grill zöldség, joghurtos hiedszemmel, rántott zöldségek és sok-sok finomság vár a vendégekre. Természetesen senkit nem hagytunk ki a sorból, a kérdésünk maradt. A Hungaroszpa Termel Hotel is kipakolt. Erre a fesztiválra milyen ételek közül válogathatnak a vendégek? Tudnak válogatni egy töltött sertéstarjából, kolbásszal, füstölt szalonnával, hagymával töltöttük. Van egy marha pörköltünk, toros káposztánk van, grillezett zöldségünk, héjában sült burgonyánk, strapacska van, burgonyalángosunk van, és van egy gyümölcsös nyársunk, amit palacsinta tésztában sütöttünk ki. Náluk a toroskáposzta volt az abszolút kedvenc, második helyen állt a marha pörkölt, illetve a lepcsánka. A széles választékból eleve nehéz dönteni, ehhez hozzájön még az a látvány, amit most önök is láthatnak. A tányérok pedig folyamatosan teltek, a vendégek kivárták a sorukat. Éppen most teszik ki önöknek az ételt, mit választottak? Hát nem tudom, milyen drága ez. Mi ilyen... kóstoljuk. Ilyen... raguleves, raguleves. Marha raguleves. Marha raguleves burgonya lepénnyel, akkor összeraktuk. Honnan érkeztek? Budapestről. És honnan értesültek a fesztiválról? Itt vannak itt rokonnak nekünk.
És bár sokat foglalkoztunk a gasztronómiával, természetesen nem hagytuk figyelmen kívül a színpadon történt eseményeket sem, ahol folyamatosan váltották egymást a produkciók. A szombati nap egyik fellépője Zolbert volt. A szaxofonos, zeneszerző és producer 2016-ban alapította meg saját borfesztiválját. A Neszmélyi borvidék kulturális életét építi, és teljesen új megközelítést hoz be a hazai fesztivál életbe. A művész által képviselt zenei irányzat a populáris jazz színes palettáját idézi, a smooth jazz, a funk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg. Rendezvény díszvendége volt Vida Péter, a 2011-es év bortermelője, aki Zsolnai Gábor mesterszakáccsal pódiumbeszélgetés keretein belül mind a bioételekről, mind pedig a borokról tartottak előadást. Természetesen ilyen szemszögből egész más megélni egy gasztronómiai rendezvényt. Mindenképpen úgy érzem, hogy egy olyan helyen járunk, ahol érdeklődő emberek vannak, és meg kell mutatni. Tehát mindig porondon kell lenni, és mindig meg kell mutatni a produktumunkat. Én azt hiszem, Magyarország egy áldott helyen van, egy olyan különleges földrajzi egységbe élhetünk, amit sok ember föl se fog. Ez a Kárpát-medence a világ egyik legfontosabb helye. Csak mi, magyarok se, meg európaiak se nagyon tudják. Ez valami olyan lehetőséget hordoz, ez hihetetlen. Ezt kell észrevegye minden embertársunk. És igenis hiszünk abba, hogy mi a borainkkal fogjuk meghódítani a világot. Mi ezt hisszük, és komolyan teszünk érte, szívvel, lélekkel. És nagyon sokszor átélünk nemzetközi borversenyeken. Benevezünk két bort, az egyik aranyérmet kap, a másik ezüstöt. Más, egy francia, ha ezt eléri, akkor abban a pillanatban beladja a borait. Minket meg se kérdeznek. De megni kell, menni kell, és mutatni kell. Ha csak így lehet bevenni a világot. Érdemes megfogadni. Hasonló lendülettel indultak neki a több kilométeres távnak az éjszakai fröccsfutás résztvevői, Sári Marian futónagykövettel. Megérkezett a fröccsfutásnak a mezőnye, milyen volt a futás? Nagyon jó hangulatú futás volt, nagyon sokan indultunk el, nem futotta mindenki végig a távot, de teljesen jó, nagyon jó hangulatban telt, és a rendőrök nagyon segítőkészek, nagyon oda teszik magukat, köszönjük szépen a segítségüket ezúton is. Mesélj egy kicsit a részletekről, mi volt ennek a célja? Ennek csak mindig az a célja, hogy egy közösségi futás legyen, mert együtt futni könnyebb, mindig jó hangulat van, egy kicsit buli hangulat van. Megint itt voltak kedves ismerősök Békés Csabáról, végig szólt a zene, kísértek minket biciklivel. Úgyhogy ennek a futás népszerűsítése lenne a lényege, meg hogy megszeretessük a futást, mert ez egy jó sport, csak el kell kezdeni. A nap legnagyobb fellépője volt a Magashegyi Underground. Rengetegen voltak rájuk kíváncsiak. A zenekar országszerte nagy sikernek örvend. Nálunk is hasonlóképpen alakult a koncert. Ilyen volt a fesztivál szombati napja.